Fél óra telt el a mérkőzésből, 0-0. Barborik rúgja a második pécsi szögletet. Óriási helyzet! Braun orra előtt csúszott el a labda. Azoicej. Túri veszi át, remekül. Mitring. És 11-es. Túri indult a labdával, Kuttor gyötörte, és Márton úgy látta, hogy ez büntetőt ér. Balogh Zoltán 1-0-ra vezet a 40. percben a PMSC Fordán. Balogh maga biztosan rúgta be a büntetőt. A pécsiek harmadik szögletét Barborik rúgja. Ott a helyzet, gól! Túri a gólszerző. Balogh fejelte le neki a labdát, és Túri teljesen egyedül állt az ötösön. Mitring természetesen nem avatkozhatott közbe. 2-0 a második félidő 15. percében. Takács Molnár a sarkalás után. Ez helyzet lehet, földes, elhúzták a lábát, 11-es. Muzsnai kihagyja. Alig, hanem ezzel elszállt minden reménye a Videoton Valthamnak az egyenlítésre. Vadász, Meggyes szerzi vissza. Lőrinc elkésett. Lőrincnek már van egy sárga lapja. Meg is kapja a pirosat. Horváth. Földes. Takács, eddig ügyes a székesfehérvári akció, Csabán nagyot védett, és Horváth hagyja ki a helyzetet. Kocsis. Bokó teljesen üresen. Ez nagyon jó labda, Ulvecki. Azoicej gyönyörűen veszi át, és szép lövés, Mitring. Meggyes, Bokó, Kocsis. Bokó beadja, Dárdai! Ismét szépen védett Mitring.